A Vojvoda kosárlabdatábor résztvevői a labdavezetés és a dobás alapjaitól játékos feladatokon átjutottak el az egymás elleni mérkőzésekig. A büntető párbajban Mácsár Balázs, az Albafehérvár korosztályos játékosa győzedelmeskedett. Ugyanott játszom, mint Vojvoda Dávid, és hogy nekem nagyon tetszett ebből a szempontból, hogy ő is itt volt a tárba és táborban, és játszott velünk. Komolyabban is szeretnél foglalkozni kosárlabdával majd későbbiekben, és mit akarsz elérni, mi a célod? Akarok foglalkozni a kosárlabdával, és ugye a célom, hogy válogatott legyek, vagy annál feljebb is jussak. A Vojvoda kosárlabdatábor idén először július 10-e és 16-a között jöhetett létre a Gárdonyi Csukacsarnokban, ahol Vojvoda Dávid beszélt tapasztalatairól. Amit lehet látni, nagyon sok gyerek van, örülök neki, hogy ennyien összejöttünk. Aztán 40, egy-két hány gyerek van, most pontosan nem tudok számokat mondani, de nagyon lelkesek, örülök, hogy itt vannak, nagyon lelkesen dolgoznak, jó kezekben vannak, ugye tapasztalt edzők irányítják a szakmai munkát. A srácok tényleg, amit tapasztaltam, minden mozdulatokat figyelik. Ugye én is elég sokszor beállok, ha kell valamit, akkor én is meg tudom mutatni a gyakorlatokat. Ahogy mondani szokás, amint véget ér egy esemény, már is szervezni kell a következőt. A tábor sikere azt vetíti előre, hogy a kezdeményezése a jövőben is folytatódni fog.